Tehát miért nem jók az áraink, és miért nem adunk el újra? Mi a valódi oka? Könnyű azt mondani, hogy marketing probléma, de én más okokat látok a háttérben. Valaki meg tudja fejteni, mi lehet? A félelem, szerintem. Nem lehet magas az ár, mert úristen, akkor nem leszek szimpatikus, mert akkor milyen mocskos kapitalista vagyok, hogy ilyen árakon dolgozom, vagy nem adok el újra, mert nem akarok nyomulni. Vagy lehet, hogy egyszer se akarok eladni, mert nem akarok nyomulni. Mert akkor mit fognak rólam gondolni, én nem vagyok olyan, ez nem az én stílusom. Valójában ez a nem az én stílusom, ez a félelem attól, hogy mit gondolnak majd rólam. Vagy ha megemelem az áraimat, akkor nem lesznek vevőim. De ugye minden vevő mit akar? Az olcsó árat keresi. De kicsit ezen gondolkozunk, hogy minden vevő a legolcsóbbat keresi? Én mindig megkérdezem, hogy közületek ki az, aki mindig mindenből a legolcsóbbat veszi? Ki az? Van ilyen? Szerintem nincs a Földön ilyen. De vajon csak mi vállalkozók, vagy ez a 17 ember itt az egész világon a kivétel erre? Mert ha belegondolunk, ezt mondjuk, hogy a világon mindenki csak az ár alapján vásárol, én persze nem. De akkor a többiekről miért gondolom ugyanezt? És ez nem igaz. És ez tényleg egy valódi félelem. Ez valódi félelem, hogy most nem akarom dramatizálni, de hogy látom a néhány vállalkozó személyen, akivel mondjuk konzultálok, hogy mondom, hogy ennyit árat kéne emelned. És akkor mondja, hogy az durva, ez sok. Lehet, hogy egy picit elmernék, mert végülis muszáj, mert csődbe megyek, ha nem emelek árat, de hát ekkorát nem lehet, mert nem venné meg senkit. És mondom, ráadásul ez nem olyan rég volt egy olyan témában, ami 100% luxus téma. Tehát egy olyan téma, amit nem vesz az, akinek a kenyére kell, csak olyan veszi, aki tényleg már nem azt mondom, hogy nincs jobb dolga, de mondjuk azt, hogy luxus téma. Mondjuk 6000 forintos termék, azt mondom, hogy 9-ért kéne adnod. Tehát ez 50% emelés, de mondom, szerinted, aki ezt megveszi 6000-ért, meg egy ilyen dolgot megvesz akármennyiért, szerinted számít neki 3000 forint? És mondja, hát végülis nem. Akkor megemeled 9-re? Hát azért nem. Mert mi van, ha mégse veszik meg? Szóval ez nem kifigurázni akarom, ez egy valódi probléma, és tényleg komolyan gondolom, hogy a félelem áll-e mögött, hogy félek rossz fejnek lenni, félek, hogy elvesztem a vevőket, félelem. Nagyon sok. Én is magamon tapasztalom, hogy mennyi ilyen különböző félelemen kell végigmenni, és azért is jó szerintem mondjuk egy ilyen nap, vagy egy ilyen közösség, hogy egymásnak így tudtok segíteni ebbe, hogy igen, van ilyen, hogy 7-szeres ár, vagy van ilyen, hogy a click marketing, nem tudom, dupláz mondjuk árat, és ugye nem is olyan kis dupla, hogy 1000 forintról 2000-re, hanem mondjuk 30 000-es havidíjról 60 000, és ugyanannyi ügyfelünk van, vagy hát nem ugyanannyi, de hogy annyi ügyfelünk van, amennyit akarunk. Igazából nincs ilyen problémánk. Még csak azt sem mondom, hogy kevesebben fogadják el az ajánlatainkat. Mert ahogy változott a kommunikációnk, így valahogy elkezdtek jobb ajánlatkérések is jönni. Tehát tényleg őszintén azt gondolom, most nem ilyen spirituális irányba akarok elmenni, de hogy ez létezik, hogy ahogy változik a gondolkodásod, és bízol abban, amit csinálsz, és azt mered, tehát mered előadni, akkor egyszerűen meg fognak ezek a dolgok oldódni, hogy elvesznek azok az ajánlatkérések, amik rosszak, de megjelennek helyettük a jók. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, itt van hozzá a lehetőség. Lájkolj, kommentelj, nagyon érdekel a véleményed, és szerintem ezek a témák alkalmasak arra, hogy beszélgessünk róla.